Kőze Lajos Művészeti Iskola drámapedagógiai foglalkozásokat indít általános iskolásoknak és középiskolásoknak Újpesten az Adiban. A művészeti iskola művészeti vezetője a névadó fia, Őze Áron. Ebből az apropóból látogattunk el a Magyar Színház direktorának irodájában. Szervusz Áron. Szervusztok. Ez egy olyan szép és ilyen emelkedett pozíció, ha ezt pozíciónak nevezhetjük, hogy az édesapádról elnevezett művészeti iskolához a nevedet adott te is, és így gyakorlatilag egy ilyen színész generáció képviseli azt, hogy gyerekekkel foglalkozzanak. Hát igen, ez egy nagyon nagy része és kalandja az életemnek igazság szerint. Még a faipariból kezdődik. Én faiparit végeztem, Kozma Lajos faipari szakközépiskolát Újpesten, és ott találkoztam Katona Zsuzsannával, aki magyar tanárnő volt, és most is az. Azóta őt elsodotta másfelé is az élet, de aztán visszatalált a tanításhoz, és hát színjátszókör, Kozmás színjátszókör, 4 éven keresztül játszottunk, tehát zajlott az élet, és pörgött rendesen. Aztán részemről főiskola, egyebek, és akkor egyszer csak hosszú-hosszú évek után úgy látszik a tevékenységünk, ami diászínjátszás, és az irodalom, meg az összes iskolai ünnepség, ami miénk volt, olyan mély nyomot hagyott Zsuzsában, hogy őben felvetődött ez a gondolat és ötlet, hogy induljon egy ilyen művészeti iskola. Na most nagyon fontos, és az első percben, mikor leültünk erről beszélgetni, én szinte kikötöttem, hogy nem színészképzésről van szó, hanem személyiségfejlesztésről, a színház eszközein keresztül. Igazság szerint a drámapedagógia, de nem színészképzés, mert abból már elég, meg abból van... Tám még sok is. Igen, tám még sok is. Meg hát jelen pillanatban deszkára miért kínlódjunk. Úgyhogy, de ő is az első percben egyetértett ezzel, hogy itt valóban tartanunk kell ezt az irányt, vagy ezt a határvonalat. Aztán még ebből bármi lehet nyilvánvalóan, tehát aki úgy érzi az iskola után, hogy ő e felé szeretne, hát szíve joga is tegye meg, és semmi probléma ezzel, de maga az iskola nem színészképzéssel foglalkozik. És hát akkor így indult, hogy akkor mi lenne, hogyha Őze Lajos nevét viselni. Én egyébként nagy örömmel magam részéről beleegyeztem. Nyilván, hogy a családhoz fordultam, hogy ők mit szólnak hozzá, és ők is úgy, hogy a család adta. Én nem vagyok egyedül feljogosítva erre. Csak közben jártam nyilvánvalóan, és a család adta az engedélyt, hogy Őze Lajos iskolának neveztessék, és aztán így is lett. Elég régen volt ez már, és nagyon szépen megy a suli. Úgyhogy én magam is, amikor csak lehet, részt veszek a munkájukban, az életükben. Bokros tendői mellett nyilvánvalóan. Nyári táborba szoktunk lelátogatni, de van egy 10 éves fiam, aki rendszeres résztvevője a nyári táboroknak például, és akkor vele együtt is föl-föl bukkanok az életükben, tehát az iskola életében. Azt mondtad, hogy tulajdonképpen a faipari suliból indult, ahol azért elég ritka szerintem, hogy egy faipari iskolában vannak ilyen dráma jellegű foglalkozások, nem? De ott ez egy elfogadott dolog volt? Nem. Amikor én oda csöppentem, most nem is nagyon szeretek számolgatni, hogy mikor, nem olyan régen, akkor... Szinte tegnap. A minap, igen, akkor ott nem volt ilyen jellegű élet az iskolában. Én már előtte általános iskolában játszottam, tehát szintén diászínjátszás. Otthoni próbákkal, nagymamával, anyai nagymamámról van szó, aki 2 Molière darabot is rendezett nekünk, és akkor hát ment az élet. Valószínűleg akkor szagoltam bele abba, hogy milyen nagyon jó érzés, hogy az embert nézik, és a lányok sikongatnak érte és utána. Tehát ez innen indult, tehát nem kell tálszentnek lenni. Imádjuk nézetni magunkat, és imádjuk a sikert és minden. Tehát ebbe így, hogyha beleszagol valaki, akkor azért az egy nyomot tud hagyni. Utána faipariba kerültem, és egy halatlan erős és egy nagyon jó iskola a Kozma Lajos faipari szakközépiskola. Most már technikum, és szinte most is az, és most is erős, de akkor még szakközépiskola volt, AB évfolyammal, tehát egy kis iskolának nevezhető, nagyon családias, nagyon személyes és fantasztikus pedagógusokkal, osztályfőnököktől, Árpádi Flórától kezdve, Koronka Lajosig, Gombos tanáról, műhelyfőnök és hát Katona Zsuzsa. Tényleg hihetetlen személyiségek tanítottak és oktattak minket, és hát utána már engem pont félbevágott a szakközépiskolából technikummá való átalakulás, amikor már aztán jött az ABCD, nem tudom hány évfolyam, de hát ez is úgy látszik törvényszerű, de én még 2 évet egy nagyon személyes légkörű és egy nagyon erős és egy családias hangulatú iskolába járhattam,
És szinte az első perctől kezdve egyértelmű volt, hogy szóval szerintem nem úgy, hogy mondjuk az első osztálytechnikai órán feltettem a kezem és megkérdeztem, hogy van-e itt színjátszókör, mert ha nincs, akkor lesz. Hanem valahogy úgy magától úgy alakult, hogy körém szerveztem egy csapatot. Néha az is igaz, hogy lasszóval kellett a műhelyekből kifogni a szereplőket. Gyalomellől. Igen, a gyalomellől. De aztán jöttek, és aztán ez mindig megoldott. Évenként mutattunk be egy darabot. Indultunk az Országos Diák Színjátszó Fesztiválokon, és hát annyira pártolta és támogatta ezt az iskola, mert amellett, és ettől is nagyon erős a suli, és erős volt, hogy azt mondta, hogy az egy történet, hogy valaki megbirkózik a fával és jól áll a kezében a gyalú, de hogyha esetleg egy-két verset is még el tud motyogni gyalulás közben magában, vagy konyít ahhoz, hogy mondjuk Molière, vagy Shakespeare, vagy bármi ilyesmi, akkor azért ez egy plusz. Úgyhogy a úgymond humán képzés is nagyon erős volt ebben a suliban, és hát kaptak az ötleten. Kaptunk egy komplett kiürített osztályt, úgy, ahogy van. Nyilván a faipariban nem volt nehéz megoldani a dobogót. Uh-huh. Kaptunk egy színpadot, és akkor onnantól kezdve kulcssal a kezünkben az volt a Kozmás színjátszókörnek a próbahelyisége és a kis színpada. És ez aztán a technikumban is öröklődött, és hát ott elkezdhettük ezt a munkát. Sőt, olyannyira, hogy az igazgatónő, akkor igazgatónője volt a faipari szakközépiskolának, azt mondta, hogy ide figyeljen Áron, magára bízom az összes iskolai ünnepséget. Tehát azt csinálnak, amit akarnak, megvannak az időpontok, és akkor ez, amíg maga itt van 4 évig, akkor velünk, tehát nálunk, vagy mi esetünkben nincsen ezzel gond, ezt a csoport is maga csinálja. De úgy szabad kezet kaptunk, és kaptam, hogy bőven 89 előtt, október 6-át vastagon ünnepeltük az aradi vértanúk napját és az összes többit. És hát nyilván lázadoztunk, meg nyilván volt ilyen élményem, hogy egy olyan színpadképet tettünk fel az aulába, hogy jött a műhelyfőnök is mondta, hogy Áron, mondom, igen, Árul, ez egy kicsit sok. De nevettek ők is, és tehát nem ütötted meg a bokádat? Nem ütöttem meg a bokámat. Ez egy demokratikus intézmény volt korát megelőzve. És akkor egy picit lejjebb kellett faragni itt a nagy művészetekből. Úgyhogy egy csodálatos 4 év volt ilyen értelemben, és valóban pörögtünk, és ez egyik legjobb barátommal, Pór Balázsal, aki most Pécset orgonaépítő, vittük a csoportot alapvetően ketten, és akkor mondom, évenkénti bemutatókkal jelen voltunk a diászínjátszás életében is. Tehát igen, ebből indult ki, és innen indult ki az egész. És szerintem a Zsuzsában is ez. Mély nyomot hagyott, és érett meg, és ez volt a kiinduló pont. Szerinted, hogyha ajánlani kéne, hogy a szülők küldjék el a gyerekeiket, mondjuk erre a foglalkozásra, azon túl, hogy kicsit közhelyes megállapításokon, hogy közösségbe kerül, hogy irodalommal, színházzal foglalkozik, tehát csupa-csupa ilyen magasztos és szép dolog. Szerinted az ilyen jellegű drámapedagógiai képzésnek, vagy alapvetően ugye azt is mondhatjuk, hogy a játéknak, vagy mit ad hozzá egy gyerek, egy fiatal életében? Szerintem nagyon sokat. Tehát a színház az egy hihetetlen pedagógiai eszköz. És nem is a színház, hanem a színház eszközein keresztül mi magunk. Tehát tényleg problémás gyermekek, vagy nem problémás gyermekek, de valami értelemben mindenki a maga nemében problémásnak nevezhető. Persze. De hogy közösségben van, de hogy megtanul játszani, odafigyelni a másikra, figyelni, koncentrálni, megtanulja kommunikálni azt, ami vele történik, ami benne zajlik, megtanulja kijátszani, megtanulja azt, hogy mire jó tényleg valóban a játék. Amit egy egészen kisgyermek szinte magától tud, nekem most van egy 1,5 éves kisfiam, és egyszerűen csodálattal figyelem, hogy működik ez az egész rendszer. Amit aztán sajnos azt kell tényleg észrevegyem, hogy mi felnőttek is leforgácsolunk, lefaragunk, korlátok közé teszünk, és elveszünk egy csomó mindent, aminek jó lenne, hogy mondjam, felnőtt korban is létjogosultságot teremteni, mert sokkal tisztább, szabadabb, őszintébb, és teljesebb igazság szerint az ő rendszerük, vagy az ő életük. Most ezt játékkal visszacsempészni egy ifjú gyermek életébe, ez mindenképpen egy nagyon jó valami. Nem kell valóban itt nagy, nem tudom miket építeni egy köré, és nagy misztikumot teremteni, mert abban én sem hiszek, de
De maga a játék olyan jó lenne, hogyha egészen, most tényleg lehet, hogy aztán most jön a nagy magasztos megfogalmazás, de egészen a sírig elkövetne minket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy magunkon tudni nevetni, tehát valami értelemben ez mind összefügg a játékkal. Nem az, hogy nem komolyan venni minden, de az, hogy hát eleve komolyan venni a játékot. Eleve komolyan venni a játékot, de mégis játéknak meghagyni. Igen. Tehát, hogy ez a bizonyos egyik szemem sír, a másik nevet. De érdekes, tehát, hogy én most egy elég felelős pozícióban vagyok, vagy vezethetem ezt a színházat. Nem könnyű, valóban nem könnyű 132 emberért felelni, közpénzért felelni, egy rendszerért felelni, de közben a művészeti része is halatlanul fontos. De játszom is, mert ugye azért alapvetően a deszkán érzem igazán jól magam, és erről nem is vagyok hajlandó lemondani. Rengeteget segít a úgymond hivatali életemben az, hogy játszhatok és játszom. Kommunikációban például? Kommunikációtól kezdve egy csomó kiélésen keresztül. Ugye azért itt az ember mindig számol tízig valóban, hogyha bármi döntést is hoz. A lényeg az, hogy döntést kell hozni. Az a rossz, ha nem hoz az ember döntést, és akkor még tévedhet is. A színpadon pedig el lehet ereszteni mindent. Tehát ott tényleg igazság szerint teljesen kinyílhatnak ezek a lehetőségek, kapuk és viszonyok ilyen értelemben. Na most ezt valaki felveszi, vagy jelen van az eszköztárában, a maga a játék egy életen át, akkor az vagy a humor például, tehát hogy ugye összefügg. Ezek mind összefüggő fogalmak, én azt gondolom. De összefügg azzal is valóban, hogy tolerancia, összefügg azzal, hogy nem letarolni a másikat, összefügg azzal, hogy alázat, végighallgatni a másikat, összefügg azzal, hogy egy csomó mindennel, tehát közösségi élettel, rengeteg mindennel, úgyhogy én is egyébként tanítok, tehát a Pesti Magyar Színakadémián is tanítok, voltam segédtanár az egyetemen, Igud István mellett és alatt, és valahogy ez is mindig beszűrődött és része volt az életemnek. Nagyon nehezen kezdtem, de valahogy régen belerángattak engem ebbe az oktatósdiba, és nagyon féltem tőle, de most hihetetlen, hogy mennyit kap az ember vissza. Tehát én szoktam néha diákoknak mondani, hogy azt higgyétek el, hogy itt nem csak én oktatok, meg itt lemegy az óra, és akkor nagy okos tapasztalatokkal, meg nem tudom mikkel az ember itt dobálózik, meg színpadi jelenlét, meg nem tudom micsoda, meg tatarata, hanem ha ez tényleg egy játék oda-vissza, akkor én ugyanennyit kapok ezekből a játékokból vissza. Tehát, hogy ez egy oda-vissza szintén játék ez az egész, és szerintem baromi fontos, és nagyon építő, nagyon építő. Ugye azt mondtad, hogy ez köré szerveződött ott a faipariban. Mindig ilyen jellegű személyiség voltál? Ilyen integráló, aki maga köré gyűjt embereket, és bizonyos szinten vagy föl tudja emelni az ászlót? Most nem a Vátesz szerepre gondolok, de mégiscsak vezetni. Ami egy színi direktornál, felteszem, nem annyira hátrány. Igen, fontos. Én mindig tiltakoztam ez ellen, hogy ez nem így van. Tehát én mindig magamat egy ilyen csöndesebb, visszavonultabb, alázatosabb, nem tudom minek gondolom és gondoltam. Gondolom bizonyos értelemben most is, de való igaz, hogy eléggé csökönyös alföldi vért örököltem, ez édesapám vonala. Másik oldalról meg egy középpolgári humanizmust, hogyha így összegezhetném, hogy miből vagyok, nagyon alakban, ami az édesanyámnak a vonala. De igazán ez a csökönny, ez az erő, ez mindig jellemző volt rám. Tehát teljes erőbedobással bármit is választok, vagy bármifelé is indulok, és akkor abban igen, ilyen barikádharcos. Most már így 42 évesen szembe kell nézek azzal, hogy hát ez tényleg így van. Tehát ezt így az ember fiatalon nem gondolja végig, de valóban valahogy mindig úgy alakult az életem, hogy holott nem vagyok, és sose voltam általános iskolás, vagy óvodai közökben sem voltam ilyen nagyon hangos, és akkor én vagyok az arc, mivel nem tudom, de még a főiskolán sem, hanem tudok csendben is lenni. Valószínű, hogy... Ez nem hangerő kérdés alapvetően. Hát igen, csak... Vagy harsánysági. Igen. Hát nem tudom, jó esetben, hogyha pozitív oldalról szeretném fogalmazni, akkor tényleg egy ilyen kitartás és egy ilyen csökönny van bennem, vagy egy ilyen erő. Hogyha negatív oldalról nézem, akkor egy elviselhetetlenség, nem megalkuvás, egy fehér-feketeség,